Hello mindenkinek, ez itt a Patrióta világmagyarázó elemző műsora. Van már egy igen húsba vágó témánk, amelyet igyekszünk majd három aspektusból is körbejárni. A kérdés nagyjából így szól, vajon mennyivel adóznánk többet, ha a baloldal valaha is hatalomra keveredne. Nem szeretnék spoilerezni, a válasz annyi, hogy jóval többet adóznánk, és az is biztos, hogy a nap végén mindenkinek nagyon fájna. De a részletekről azonnal Giro kérdezem, aki a második és a harmadik Orbán kormány kommunikációért felelős államtitkára és a miniszterelnök fő tanácsadója volt. Azonnal kezdünk. András, ígérem, eljutunk majd odáig is, hogy megbeszéljük, hogy mitől ez a egészen furcsa, ilyen perverznek tűnő becsípődés a bal oldalon, hogy soha semmiben nem tudnak gondolkodni kizárólag adóemelésben. De először kezdjük a személyi jövedelem adóval, hiszen az bajuk meg, hogy mindannyiunkat húsba vágóan érint. Lássuk, hogy Karácsony Gergely mit gondol erről. Nem. Emelnénk egy második kulcsot, ami nagyjából 30 százalék környékén lenne. Szerintem nagyjából ebben úgy van konszenzus. Tehát hát igen, lesznek ennek rövid távon, ha úgy tetszik, vesztesei. Azért ez barokkos túlzás, hogy lesznek vesztesei, hiszen szinte csak azok lesznek, nem? Hogyha emeljük az adókat. Ugye nagyon nehéz megállapítani, hogy tulajdonképpen mit akarnak, mert amikor egy programot jelentetnek, meg ott is más számokról beszélnek, amikor egy tévéinterjút adnak, ott is más számokról beszélnek. Igazából a Gyakorlati tapasztalatok kell, hogy vezessenek minket. Az utolsó általuk irányított lezárt adóév a 2009-es volt. Ezekhez a progresszív adómodellekhez nyúlnak vissza, amit akkor is gyakoroltak, hogyha azokat ma bevezetnék, akkor az talán úgy vezetett fel a elején, hogy mindenkinek fájna. Az mindenkinek fájna. Hát igen, mert ráadásul András 30%-ról beszélnek. Tehát ugye most 15% a személyi jövedelemadó kulcsa mindenki számára, tehát mindenki 15%-ot fizet, ők már eleve 30-ról beszélnek. Egy 30 körülről beszélnek, 2009-ben 32%-os volt ez a 30 körüli arány. Ugye amikor több kulcsos progresszív adózásról beszélünk, és az általuk meghirdetett adópolitikáról, akkor igazából három dologról beszélünk. Beszélünk arról, hogy ők a minimál bér után elkívánják engedni a, a adót. Beszélünk arról, hogy lenne egy normál kulcs, ami jelenleg most az egy kulcsos, Irány az, hogy az 15% lenne, vagy magasabb, hiszen 2009-ben az 18% volt, azt nem tudjuk. És beszélünk egy magasabb kulcsról, erről a 30 30-32%-ról, és nagyon nehezen tudjuk megállapítani, hogy ők hol húznák meg ezt a határt. Mert ugye, ha abból indulunk ki, hogy ők azt mondták, hogy mondjuk a gyerekek utánjáró adókedvezménye jó módú családokat támogatja, már pedig a gyerekek utánjáró adókedvezményt 300 bruttó után lényegében teljesen ki lehet maxolni, hiszen mind az adóból, mind a járulékokból leírható hát akkor egy rémisztőképet képet lehet felfesteni, hogyha 300 bruttos fizetések után egy ilyen kulcsot vezetnének be. De hogyha a 2009-es modelljüket nézzük, ott azt csinálták, hogy az átlagkereset 79%-ánál húzták meg azt a határt, ami fölött a nagyobb adókulcs van. Ezt még kiegészítik avval a most megjelent politikai programunkban, hogy megszüntetnék a gyerekek után járó adókedvezményt. Magyarul nem a munkához kötnék ezen kedvezményeket, hanem alanyi jogúvá tennék egy jóval kisebb összeggel, aminek két probléma, amiből két probléma fakad. Az egyik az, hogy az összeg kisebb, a másik pedig az, hogy az Orbán-kormány minden ilyen típusú politikája egy irányba mutatott, tehát a gazdaságpolitika, az egy társadalompolitikai célt volt hivatva szolgálni, még pedig azt, hogy minél többen éljenek meg munkából és bérből. Ez egy hogyha... filozófiai kérdés. Ez egy nagyon komoly filozófiai kérdés, de ez egy olyan filozófiai kérdés, ami a mindennapokra rányomja a bélyegét, hiszen hogyha egyre kevesebben élnek meg munkából és bérből, mint ahogy ez volt 2010 előtt, hogy mondjak egy konkrét számot, ugye ma 4,6 millióan élnek bérből és fizetésből, ez 3,7 millió volt 2010-ben úgy, Ugye 3,7 millióból olyan 3,2 millió fizetett csak adót, hiszen a többi adómentes volt. Tehát ez, 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 a, nem, nem a munkából megkeresett pénz, ez nagyon lerontja a társadalom munkamoráját, nagyon lerontja munkához való kedvet, ezáltal a versenyképességet, ezáltal rontja a gazdaságot és az egészet, ahelyett, hogy felpörgetni, lelassítja. Vajon mennyit fehéredett a gazdaság 2010 óta azzal, hogy ennyire alacsonyak az adókulcsok? Magyarul a vállalkozóktól kezdve senkinek nem éri meg trükközni, mert azt mondja, hogy ezt az alacsony adót befizetem, nem lesz adóelkerülés. Szerintem az egyik döntő aspektusra tapintottál rá ugyanis az Orbán kormány nem az adók növelésével akart többlet pénzhez jutni az állam számára, hanem egyrészt az adók hatékonyabb beszedésével, a kifehérítéssel, másrészt azzal, hogy vonzóvá tegye azt, hogy a, a különböző bérkategóriákban dolgozó emberek, ha többet dolgoznak, jobbat dolgoznak, előrébb lépnek, akkor nem sújtja őket egy magasabb kulcsú adó, tehát megérje ezt a többletmunkát bevinni. Ugye az egész baloldal Gyurcsány Ferenctől Dobrev Kláráig, mert ott ugye nem túl nagy az átmenet, Karácsony Gergéig és mindenki folyamatosan azzal érvel az egykulcsos adó ellen, hogy az a társadalmi igazságtalanságokat és a különbségeket bebetonozza. Ez valóban így van? Azt értem, hogy a politikai érdekük ez diktálja, de a számok más mutatnak. Most próbálom slágfert mondani viszonylag gyorsan. Tehát először is az egykulcsos adó lényege, hogy ha többet dolgozol, többet keresel, többet adózol, de ugyanazt az adó léptéket adózol, tehát megéri többet dolgozni, hiszen a nagyobb teljesítménynek a nagyobb százaléka maradnálat. Hogyha ott egy, átugornának egy következő adókulcsba, akkor egyszerűen lenne egy nagyon széles mozgástér, ahol egyszerűen nem éri meg átugrani, és nem, nem ösztönzi az embereket. De ezt, ezt leszámítva, azt mondhatjuk, hogy az egykulcsos adó 10 éve alatt. A munkanélküliség az 11,5%-ról lement 3,6%-ra. Körülbelül 1 millió emberrel többen dolgoztak ez alatt az időszak alatt. András, azt teljesen egyértelműen kijelenthetjük, hogy ha egy kulcsos a személy jövedelemadó, az nem kizárólag a legtehetősebbeknek jó, hanem gyakorlatilag mindenkinek. És itt megint van egy komoly filozófia vagy nézőpontbeli különbség, mert a baloldal érdekes módon jóval több embert tart tehetősnek, tehát ők már a középosztályhoz tartozókat is annak számítják. És akkor mondjuk is gyorsan egy példát, tehát hogyha mondjuk van egy átlagnál egy picivel jobban kereső, mondjuk kétkeresős családmodell, két vagy három gyerekkel, ők mennyit veszítenek a baloldal elképzelése szerint, vagy a baloldal új bevezetendő adóival? Ha a mai jövedelmeket, a 2021-es jövedelmeket nézzük, és ugye 2009-ben volt utoljára ilyen progresszív adózás Magyarországon és a baloldal akkori szabályait, akkor világosan látható, hogy egy átlagkeresettel rendelkező magyar két, két keresős családban, hogyha valakinek nincs gyereke, bármilyen oknál fogva, ők is 40-50 ezer forinttal kevesebbet visznek az a nettóban havonta, és az egy, kettő, 3, négy gyerekesek pedig lényegében 80 és 220-230 ezerrel kevesebbet visznek az a havonta. Egy fizetés egy nem, nem milliós fizetés. Ez egy, rá, ez egy rá, ez 440 ezer forintos bruttó fizetésnél. Ez egészen elképesztő összeg, és gyorsan azt is tegyük hozzá, hogy az államháztartás sem sínyli meg ezt a fajta csökkentést. Tehát nem arról van szó pusztán, hogy, hogy, egy átlag család többet vihet haza akkor, hogyha kevesebb az adója, hanem az államháztartásból sem hiányzik feltétlenül ez az összeg. Ugye 2010 óta ezt is jól látjuk. Olyannyira nem, hogy azt lehet látni, hogy 2010-ben olyan 1600 milliárd forint volt a személyi bevétel, 2021-ben pedig 2750 milliárd körüli, tehát több mint 1100 milliárddal emelkedik. Ez a különbözet elég arra, amekkora a bérnövekménye volt 2010 óta a szociális, az oktatási és a honvédelmi szektorban dolgozó összes állami alkalmazottnak. Ez volt tehát a személyi jövedelemadó, és akkor folytassuk a társasági adóval. Egészen nyugodtan kijelenthetjük azt az alaptételt, hogy a társasági adó alacsony, az nem pusztán a vállalkozóknak jó. Persze, van, aki másképp gondolja. Például a tőkejövedelmek, vagy a társasági nyereségadó uh -huh. nem is növelésével, hát kéne állítani, ami Magyarországon pár évvel ezelőtt volt. Magyarország egy multinacionalis nagyvállalat számára Európai Összehasonlításban egy, egy adóparadicsom, karácsony szerint, tehát hogyha alacsonyak az adók a vállalkozóknak, akkor Magyarország adóparadicsom, ami szerinte borzasztó, miközben 2010 óta rekord nagyságú befektetés érkezett Magyarországra, feltételezem, hogy épp az alacsony TAU-nak, társasági adónak köszönhetően. Hát amit a főpolgármester mond, az, az hogy mondjam, annyira talajvesztett, hogy nagyon nehéz első blikre reflektálni rá. Tehát ő azt mondja, hogy vissza kell állítani a társasági adót volt. Jelen pillanatban 9%-os a társasági adó Magyarországon, 19%-ról jött le 9%-ra, egy 10%-os csökkentés. Bocsáss meg, csak a, mondjuk el, hogy az uniós átlag ilyen 20 20-21%-ra. Az uniós átlag az 20 és de fél például, százalék, az Egyesült Államokban 21 os De van olyan kiugró uniós ország, mint például Franciaország, 32%, Ez képest nálunk 9. Nálunk 9, és ennek a és akkor itt fűznék arra a kifejezésre azt, mondom, amit használt, hogy adóparadicsom. Tehát az adóparadicsom jellegzetessége, hogy oda a cégek azért mennek, hogy ott adózzanak, és oda viszik kvázi az elszámolásukat, a bérszámfejtésüket és sok minden egyéb technikai dolgokat, de nem ott termelnek oda azért mennek, mert kedvező az adókörnyezet. Tehát gyárak nem települnek Monakóba, gyárak nem települnek, nem tudom én, közép-amerikai államokba. Magyarul nem teremtenek munkahelyet, e, hozzáadott ha, értéket. hanem ha, ha itt Magyarországon arról van szó, hogy az alacsony e, társági adó hihetetlen vonzerővel bírt, e, részben multinacionális, részben azért kisebb, de nagyvállalatok számára is, nemzetközi nagyvállalatok számára is, hogy Magyarországra hozzák a termelő Tevékenységüket. Ez azért nagyon fontos, mert a 2008-2009-es válság megmutatta azt, hogy ahol a termelőipar erős mély gyökeret ver, azokat az országokat sokkal kevésbé érinti a válság, és éppen ezért ez egy nagyon hasznos és kifejezetten erőltetett politikája volt az Orbán kormánynak, hogy minél inkább termelőtevékenységeket is csábítson Magyarországra, és ennek az egyik, ennek az egyik alapja volt az alacsony társasági adó. De az is hozzátartozik, hogy az alacsony társasági adó olyan mennyiségű pénzt hagyott a vállalkozásoknál, kiegészítve egyébként a szociális hozzájárulási adó folyamatos csökkentésével, amely még nagyobb mértékben csökkent, mint a társasági adó, és ahol már a kormány elvárta, és ki is kötötte, hogy ez bérnövekedéssel párosuljon. Tehát magyarul az elmúlt tíz évben lejátszódott lényegében megkétszereződő, vagy meg két és félszereződő magyarországi bérek. Hát gondoljunk bele, hogy 210 ezer körül volt a, az átlagbér 2010-ben is ma 440 ezer forint. Ez jól mutatja, hogy mind a társasági adócsökkentés, mind a szociális hozzájárulás csökkentése, mind az egy kulcsos adó egyértelműen a munkahelyteremtést és a bérnövekedést segített elő. Magyarországon. Tehát, magyarán mondva, egyáltalán nem arról van szó, hogy a kis vagy nagy vállalkozó, vagy akár a multicég magánügye lenne az, hogy egyébként mennyi pénzt hagynál a a kormányzat. De magánügye lenne, hogyha a kormányzat ezeket a lépéseket nem kötötte volna össze ilyen típusú kényszerekkel, de pontosan azért, mert például a szociális hozzájárulási adónál összekötötte a három oldalon megállapodásokban, hogy a csökkenések akkor fognak bekövetkezni, hogyha reál bérnövekedés van folyamatosan, ezért óhatatlan az összefüggés. Hát ennyit a társasági adóról, és akkor most jöjjön a harmadik témánk, ez pedig a karbonadó. Érdekes lesz. Valahogy az embernek az az érzése, hogy megint velünk akarnak valamit megfizettetni, amihez szinte semmi közünk. olyannyira, hogy, és ezt körbeveszik egy olyan típusú narratívával, hogy Magyarország mennyire le van maradva ezen a téren. Ugye az ellenzéki felütéseknek a nagy része, hogyha itt az zöld politikát tekintjük, az állandóan a kormánynak egy negatív kontextusba helyezése, amivel szemben a tények megint más mutatnak. Tehát Például Magyarország azon 8 Európai Uniós országba tartozik, az első 8-ba, akik 33 vagy a fölött tudták csökkenteni 1990 óta a széndiokszid kibocsátásukat. Olyan országok, mint Ausztria, ha belegondolunk a havas alpesi legelőivel, vagy a zöld, éppen zöld a alpesi, alpesi legelőivel. A Ausztria csak 20%-kal tudta ezt tenni. Ausztriában magasabb az egyfőre jutó szén-dioxid kibocsátás, mint Magyarországon. A környező országokban magasabb az egyfőre jutó szén-dioxid kibocsátás, mint Magyarországon. Itt van előttem az adat, hazánkban az egyfőre jutó szén-dioxid kibocsátás körülbelül 40%-kal alacsonyabb, mint a klímavédelem éharcosának tekintett Németországban. Igen, és ezek, ezek az adatok nem önmagukban érdekesek, hanem ezek az adatok alapozzák meg azt az álláspontot, amit a magyar kormány képvisel, hogy ne velünk fizettessék meg a klíma átrendezésének költségét, vagy a klíma javításának költségét, hanem azokkal, akik szennyezik a klímát, illetve akik rongálják Te a Tehát itt a nagy cégekről a beszélünk. A nagy cégekről beszélünk, illetve azokról az országokról, ahol az egy főre, az egy adófizető alanyra jutó szennyezettség átlaga jóval magasabb. Nagyjából, amit Magyarországgal meg akarnának fizetetni, és egyébként, amit a az ellenzék támogat a programjában, hogy az Európai Uniós elképzelések mentén legyenek ezek az adók kivetve, azok anulálnák a teljes tíz éves rezsicsökkentés eredményét. Tehát azt a két-két és fél ezer milliárd forintot, amelyet otthagyott az állam a rezsicsökkentés révén a családoknál, azokat vagy a, a, a családokra vetítve, vagy a gépkocsikra, vagy bármilyen alanyi jogra vetítve kívánnák beszedni a jövőben. András, vonjuk valamiféle összegzést a végén. Ugye három típusú adóról beszéltünk, az SZIA-ról, a TAU-ról és erről az úgynevezett karbonadóról. Mellesleg érintettük a családi adókedvezmények eltörlését, de beszélhettünk volna még arról, hogy az örökösödési adó ötletét megint vissza akarják a baloldaliak hozni, beszélnek egy ingatlan és vagyonadóról, tehát folyamatosan azt látjuk, és empirikus tapasztalataink is vannak az elmúlt mondjuk 20-30 évből, hogy kizárólag adó emelés Képesek gondolkodni. De miért van ez? Tehát egyszerűen nincs más ötletük, vagy ezt a közgazdasági iskolát tudják, vagy ez okoz nekik valami pervez örömöt, hogy elvegyenek az emberektől. Tehát tényleg nem értem, miért. A, a, a miért nehezebben válaszolok, inkább csak egy leíró jellegű választ adnék. Összegzésképpen a különbséget én úgy látom, és ez a 2022-es választásnak a kérdése és tétje egyben, hogy egy teremtő típusú kormányzat, vagy egy felélő típusú kormányzatra szavaznak az emberek? Ugye szoktunk arról beszélni, hogy minden egyes választás jó részt érzelmi kérdés. Tehát a szavazók egy jelentős része érzelemből, zsigerből, vagy akár sokszor első felindulásból dönt. De mindaz, amiről mi most itt beszéltünk, ez nagyon zsebbevágó, racionális kérdés. Igen, akár az adó, politikát nézzük, akár az összkormányzati filozófiát és abból fakadó cselekvést nézzük, mind a kettő racionálisan megközelíthető. Nyilvánvalóan az ellenzéknek az az érdeke és a narratívájuk is ez, hogy az emocionális közegben, az emocionális térben folyjon a vita, hiszen csak azt, abban van esélyük egyáltalán valamiféle versenyhelyzetet teremteni. A racionális térben azzal, amit bizonyítottak 12 év kormányzás után, vagy azzal, amit most mondanak különböző programjaikban, lényegében nem tudnak olyan érdemi dolgot mondani, ami racionális alapon felülírná a mostani kormányzati cselekvés. Ha nagyon le akarom fordítani, nem Orbán Viktört és nem a Fidesz bünteti meg az, aki 2022-ben Zsigerből ellene szavaz, saját maga ellen fog szavazni, láss például az adóterhek növekedését. Igen, én azt gondolom, hogy, hogy a, a, az emóciókkal rengeteg időt el lehet tölteni, de hogyha két-három percet rászán egy család, mielőtt elmegy voksolni, és kiszámolja, hogy mit jelent ez neki, akkor a racionális döntés egyértelmű. Kell, hogy András, köszönöm szépen. Ez volt a Patriota elemző világmagyarázó műsora. Ha tetszett ez a videó, kérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra. Tudom, hogy uncsi, de nekünk fontos, és ezt a frányok is gombot, az értesítést is kapcsoljátok be. Köszi a figyelmet, sziasztok!